A következőkben Híl Edina, a Sláger Rádió vezérigazgatója közleményét hallják. Szomorú nap ez az országnak, a Sláger Rádió hallgatóinak és dolgozóinak. Ma döntött az ORTT. November 18-ától a határozat szerint másik rádió működik majd a Sláger Rádió helyén. A hírek szerint az eddig megszokott zenei műsor helyett önök a továbbiakban egy politikai beszélgetős műsort hallhatnak majd. A híreszelésekkel ellentétben a legnagyobb összegű díjajánlatot a Sláger Rádió tette. Egy most induló, politikai irányultságú beszélgetés rádió ennek töredékét sem képes kitermelni és befizetni. Az ORTT döntése következtében ezért évi 670 millió forinttól esik el a költségvetés. Mivel politikai döntés született, súlyos kárt szenvedett a magyar demokrácia és a sajtószabadság. A döntés súlyosan árt az ország nemzetközi megítélésének egy olyan helyzetben, amikor Magyarországnak a rendszerváltás óta a legnagyobb szüksége lenne a külvilág rokonszenvére, a politikai befolyástól és a korrupciótól mentes befektetői környezetre. A hallgatók és Magyarország érdekében minden törvényes eszközt igénybe veszünk, hogy önökkel maradhassunk. Köszönjük, hogy eddig is és most is bennünket hallgatnak. Szia, Bocsi! Szia, Bocsi! Hát ezt az egész időszakot ugye külföldön töltötte. Igen. De hát ennek aztán te is belecsobbantál a valóságba, és ha másként nem, de akkor a különböző televíziós műsorokban láthattál igen. Egyfajta összefoglalót. Meg hát kétekben is, hogy miként zajlott ez itt nálunk. Hát amúgy természetesen folyamatosan telefonkapcsolatban voltunk. Hello, Bocsi is! Hello, szia! Sziasztok! Na, én nem tudom, ti mit csináltatok, mivel töltöttétek a hétvégét, próbáltam informálódni, és ami tényleg számomra legalábbis igazán megható, az az, hogy a hallgatók milyen önszervezésbe kezdtek. Igen. És mi természetesen partnerek vagyunk, hogy ne lennénk, abban, hogy ezeket minél többször közzé tesszük, hogy hol érdemes ugye főleg az interneten találkozni a többi hallgató véleményével, és a szolidaritásotokat kifejezni. Múlt héten indult spontán módon a www.hallgatóaradioért.com. Nem? Hallgatók. Elnézést, hallgatók a rádióért fontos, mert ugye minden betű fontos, tehát hallgatók a rádióért.com.